Jó napot kívánok mindenkinek! A alakuló ülés kezdéseként hallgassuk meg együtt a himnuszt. Üdvözlök még egyszer mindenkit. Megállapítom, hogy a képviselő testület határozatképes jelen van 11 fő. Napirendek elfogadásával kezdjük. Kistarcsa Város önkormányzatának képviselő testülete elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat. Erről szavazunk először. Igeneket kérem. Ellenpróba. Tartózkodás. Tartózkodás nem szabadat nincs, megállapítom, hogy ezt egy hangon elfogadtuk. Első napirendi pont, ünnepélyes megnyitó tájékoztatás az önkormányzati választásról, a választás eredménynek ismertetése. Erre megkérem Gyorcs Géza, a HVB elnökének a tájékoztatóját, hogy tartsa meg. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Helyi Választási Bizottság nevébe köszöntöm a polgármester urat, a képviselőtestület tagjait és a megjelent kistarcsai polgárokat. 2024. június 9-én került sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására. A választási előkészületek és a választás zökkenőmentesen a választási jogszabályoknak megfelelően zajlottak le. Ezúttal szeretném köszönetemet kifejezni a jelölőszervezeteknek és a jelölteknek, a választás időszakában tanúsított jogszerű magatartást, a partneri együttműködést. A polgármester jelöltséghez 300 ajánlásra, az egyéni választókerületek képviselő jelöltséghez 13, illetve 14 ajánlásra volt szükség. A jelöltek ajánló íveken gyűjtötték a választópolgárok ajánlásait. A Helyi Választási Bizottság három polgármester jelöltet, az 1-es és 2-es számú választókerületben 4-4 jelöltet, a 3-as számú választókerületben 2 jelöltet, a 4, 5, 6, 7 és 8-as számú választókerületben 3 jelöltet, valamint mindezek alapján 3 jelölő szervezett kompenzációs listáját vette nyilvántartásba.
A szavazás napján a névjegyzékbe vett állampolgárok száma 10.669 volt. Szavazóként megjelent a választópolgárok száma 6.176 fő. 8 szavazatszámláló bizottság működött 52 fővel. A szavazatszámláló bizottságoknak ezúton köszönöm pontos, szakszerű és felelősségteljes munkáját. Polgármester választás eredménye a következőképpen alakult. Juhász István, Fidesz-KDNP 3.424 szavazatot kapott. Döringer Károly, LV 1.587 szavazatot kapott. Tóth László Gábor, TK Párbeszéd Zöldek 1.463 szavazatot kapott. Kistarcsa város polgármesterének a választópolgárok Juhász István választották meg. A 8 egyéni választókörhez képviselő választás eredményét a következő jelöltek kapták a legtöbb szavazatot. Egyes számú egyéni választókerület Zsiák Péter Pál, Fidesz-KDNP 328 szavazat. Kettes számú egyéni választókerület Uvacsak Csaba, független jelölt 273 szavazat. Hármas számú egyéni választókerület Zsiák Balázs, Fidesz-KDNP 417 szavazatot. Négyes számú egyéni választókerület Solymosi Sándor, Fidesz-KDNP 343 szavazatot kapott. Ötös számú egyéni választókerület Szemán Gergely, Fidesz-KDNP 430 szavazat. Hatos számú egyéni választókerület Bergán János, Fidesz-KDNP 355 szavazat. Hetes számú egyéni választókerület Csampa Zsolt, Fidesz-KDNP 351 szavazat. 8-as számú egyéni választókerület Juhász István, Fidesz-KDNP 438 szavazat. A kompenzációs listás mandátumokhoz a töredék szavazatok a következőképpen alakultak. Együtt lehet változás egyesület 1693 töredék szavazattal 2 mandátumot kapott. Demokratikus koalíció Párbeszéd Zöldek 1020 töredék szavazattal 1 mandátumot kapott. Fidesz-KDNP 270 töredék szavazattal nem kapott külön mandátumot. Eredmények alapján a kompenzációs listán bejutott képviselők Döringer Károly, Tóth Sándor, Tóth László Gábor. A helyi választási bizottság nevében a polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek gratulálok. Az elkövetkező ciklusa jó és eredményes munkát kívánok Önöknek. Most pedig az alakuló képviselőtestületi ülés következő napirendjeként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott eskütételre kerül sok kérem álljanak fel. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Kistarcsa város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem úgy segélyen. Köszönöm, kérem foglaljanak helyet. Kérem, hogy az esküokmányokat az esküter képviselők írják alá. Zsiák Péter Pál urat kérném el a szívem. Köszönöm.
Kovacsek Csaba úr. Pedig felkérem, kitartsa a város polgármesterét, Juhász Istvánnak, tegye le az estét. Én Juhász István. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Kistartsa város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm, kérem foglaljon.
Köszönöm szépen. Mielőtt tovább mennénk, elsőként szeretném megköszönni a HBV tagjainak a munkáját. Igazából mindenkinek köszönöm, hogy itt egy nagyon komoly, nagyon nagy csapat dolgozik ilyenkor a háttérben, hogy az egy ilyen nagy agglomerációs településen, városban a választás szabályosan, gördülékenyen végigmenjen. Én úgy gondolom, hogy ebben kivetni való hiba nem volt. Köszönjük a munkájukat. Hajnalig voltak itt ismét, tehát nagyon, lehet, hogy nem mindenki tudja, de itt hajnaltól következő nap hajnalig tart általában meló. Azt előtte megelőzi szintén az előkészületek, úgyhogy mindenképp mindenkinek köszönjük a munkát, aki ebben részt vett. És elsőként akkor itt a jelenlévő tagoknak szeretném akkor megköszönni virágcsokor és bor formájában is. Természetesen majd a másik virágcsokor is akkor majd el fog kerülni majd a címzethez. Na, itt még állva folytatnám, aztán majd a harmadik napirendi pontnál már leülök, ha majd megengedi mindenki. Hát ismét túl vagyunk egy választáson, és én úgy gondolom, hogy talán ennyire békés, csendes, rövid kampány Kistalcsán nem igazán volt még a rendszerváltás óta, mint most. De ugye ezt mindenki is köszönhetjük, azért nem minden indultunk. Tehát azért ennyire ez nem volt Kistalcsán alapvető, hogy egy kampányban ilyen béke legyen, és mindenki ennyire kultúráltan, és a másikat tisztelt tartva kampányoljon. Ezt köszönöm szépen itt a kihívóknak is, akik itt vannak, és akik nincsenek itt. Ha visszaemlékszünk 2010 előttre, azért a Kistalcsán a kampányokat masszívan a személyeskedés, a rágalmazás jellemezte, meg az egymásnak a feljelengetése. Tehát nem csak a kampányokat, sajnos a két választás közti munka is nagyrészt nem munkával, hanem ezzel telt. Ha visszaemlékszünk ezekre az időkre, azért Kistalcsa mellett szépen elmentek sorba a lehetőségek és a pályázatok. Hogy csak egyet említsek, itt a Város Központ fejlesztő pályázat, ahol 1,3 milliárdot buktunk azon, hogy a képviselőtestület tagjai azon vitatkoztak, hogy kinek a telke legyen belterületbe vonva. Aztán jött 2010, ahol ezt egyrészt az itt az országos politika is tette a hatását a választáskor, másrészt azért a kistalcsai emberek, én úgy gondolom, hogy megelégelték azt, hogy nem történik a városban semmi. 2010-ben jött egy váltás, ahol először a testületben a frakcióval kétharmadot kaptunk. Azért ez egy nagyon komoly felhatalmazás volt, és nagyon nagy súly is, hiszen gyakorlatilag egy éves szinten súlyos 10 milliós mínuszokat termelő költségvetésből kellett egy fenntartható, stabil gazdálkodást összehozni, ami nem volt egy egyszerű feladat, és nagyon sok véráldozattal járt, hogy így fogalmazzak. Túl voltunk ezen az időszakon is, azóta volt ugye egy 14-es választás, volt egy 19-es választás, ugye, és most volt a 24-es választás, és úgy gondolom, hogy ezeken a választásokon az eredményekből látszott, hogy a választópolgárok azt a munkát, amit végeztünk, azt az irányt, amit kijelöltünk, azt értékelik, és ennek a folytatását kérik. De hogy mire is gondolok itt? Solymosi Sándor polgármester időszakából én úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitívumot ki tudnék emelni, de aminek az alapja volt az egész, amiben az eredmények születtek, az a kistalcsai közelben a béke és az együttműködés megteremtése volt, ami én úgy gondolom, hogy nem lehet Sándortól elvitatni, hiszen az ő irányításával sikerült ezt Kistalcsán a közelben megvalósítani. Tehát gyakorlatilag akkor az történt, hogy azok, akik korábban a békétlenséget és a visszájukat szították, azokat élve és nem visszaélve a választóktól kapott kétharmadunkkal, azokat, akik nem kívántak együttműködni és csak rombolni akartak a városban, azokat perifériára szorítottuk, és azokkal, akik viszont valóban dolgozni és tenni akartak Kistalcsa fejlődésért, azokkal összefogtunk és együtt dolgoztunk. Ennek eredménye az volt, hogy egyrészt az, hogy párt hozzáállástól függetlenül mindig sikerült együtt szavazni és egy irányba húzni a testületi üléseken, a bizottsági üléseken, és sikerült jól, gyorsan reagálni
a pályázatokra, a különböző kiírásokra, azt, hogy sikerült Kistarcsán egy olyan háttércsapatot összerakni mind a hivatalban, mind az intézményekben, mind az önkormányzati cégekben, akik minket ebben a munkában szakmailag segítettek, akik lehetővé tették, hogy valóban elindulunk a pályázatokon, hiszen egy olyan csapattal rendelkezünk, hogy nekünk nincs pályázatíró cégünk, nekünk a saját önkormányzati dolgozóink készítik elő a pályázatokat, irányítják a tervezést, a pályázatok beadását, a kivitelezést, az utánkövetést, az üzemeltetését az intézményeknek. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen csapatot stabilan, úgyhogy tudjuk, hogy az önkormányzatok azok, akik a végrehajtási szervezetben a legalább finanszírozottabbak, hogy ennek ellenére is nagyon jó szakembereket sikerült, és sikerül Kistarcsán itt tartanunk, és én úgy gondolom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha nem átpolitizált a szakma, ha az emberek biztonságban és jól érzik magukat a munkáin, mi a jövőben is ezt szeretnénk nekik megadni, hiszen Kistarcsa fejlődésének az az alapja, hogy valóban egy szakmai, jól összefogó csapat legyen mind a hivatalban, mind az intézményekben. Aztán ugye jött az előző ciklus, hogy akkor egy kicsit már így közeledjek a mostani dátum felé. Hát az előző ciklus az, hát az nagyon sok meglepetést tartogatott nekünk, hogy így fogalmazzak. Ugye kezdtük először a koronavírussal, az ebből jövő különböző problémákkal, gazdasági problémákkal, jött a háború, energiaválság, szintén megint kihívások, aztán a Kerepesről ide átterjedő bűnözési hullám, drogprobléma okozott egy közbiztonsági válságot, és még sorolhatnám tovább. Tehát igazából nagyon sok olyan dologgal szembesültünk, és kellett megküzdeni az előző ciklusban, amire eddig még nem volt példa, és még egyikünknek sem volt benne igazán gyakorlata. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a testületet az előző ciklusban olyan képviselők alkották, akik tényleg, és ismételten kiemelem, pártállástól függetlenül összefogtak, és a város érdekében egy irányba húztak, ez tette lehetővé azt, hogy ezeket a válságokat úgy sikerült 5 év alatt folyamatosan áthidalnunk és túlélnünk, hogy a város fejlődése nem hogy töretlen volt, hanem rekordmennyiségű pályázati pénzt és beruházást sikerült eszközölnünk, a gazdálkodásunk stabil maradt, a szolgáltatásaink nem álltak le, a rendezvényeink bővültek, és sorolhatnám tovább. Tehát igazából én azt úgy gondolom, hogy az előző ciklusban a fő jelszavainkat, a gazdasági stabilitást, a fejlődést és a biztonságot sikerült a válságok alatt is összefogva megőrizni. És hát a mostani választáson, hogy itt el is hangzott, hogy ahogy kik lettek a képviselők, felhívnám ugye arra a figyelmet, hogy minden 8 körzetben ugyanaz maradt a körzeti képviselő, aki az előző ciklusban. Én úgy gondolom, hogy ez egy azon túl, hogy természetesen egy jól eső érzés ez a fajta támogatottság és megtisztelő, és ezen itt is szeretném megköszönni minden támogatóknak, minden választóknak a szavazatát. Ezen kívül ez egy rendkívül nagy felelősség is, hiszen azzal, hogy ugyanazt a 8 főt választották meg, ráadásul még nagyobb szavazati arányjal, mint korábban, hiszen majdnem az összes körzeti képviselő 50% fölött teljesített, ami abszolút támogatottságot jelent, nem csak relatívot. Ez egyértelműen ezzel a lakók, a választók jelezték nekünk, hogy ők azt a munkát, amit eddig végeztünk, ezt várják el a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy ha végignézek azokon az arcokon, akik most itt akár újraválasztva, akár újonnan megválasztva bekerültek a képviselőtestületbe, én úgy gondolom, hogy olyan emberek ülnek ennél az asztalnál, akikkel ezt meg fogjuk tudni valósítani. Továbbra is az ajtó mindenkinek nyitva fog állni, aki Kistarcsa a város fejlődéséért és a lakókért kíván dolgozni. Én erre a közös munkára hívom fel a képviselőurakat itt tőlem jobbra és balra. Jó munkát kívánunk magunknak, egy kicsit békésebb, kicsit egyszerűbb ciklust kívánok magunknak, mint az előző volt. Hajrá, Kistarcsa, köszönjük szépen mindenkinek a szavazatát még egyszer. Köszönöm szépen. A hármas napirendi ponttal folytatjuk, főállású és társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztása. Az alpolgármesternek megválasztása a titkos szavazással történik, melynek lebonyításához szavazatszámláló bizottság szükséges létrehozni. A bizottság tagjainak javaslom Bergán János, Csampa Zsolt és Szemán Gergely képviselőket. Az előterjesztés egyes szám határozatát ezzel a kiegészítéssel javaslom majd elfogadásra. Mielőtt itt a szavazásra térnénk,
nem, először jön a szavazatszám bizottság tagjainak a megválasztása, bocsánat. Tehát az egyes számú határozat Kistasa város önkormányzatának képviselőtestülete az alpolgármester választás lebonyításához szükséges szavazatszámló bizottság tagjainak Bergány János, Csampa Zsolt, Szemán Gergely képviselőket választja. Amennyiben is módosító javaslat, akkor szavazás következik. Először az igen szavazatokat kérem. Ellenszavazat? Nincs. Köszönöm, akkor ezt 11 szavazattal egyhangúan elfogadtuk. Titkos szavazás fog történni, az előkészített szavazólapok kiosztásra kerülnek. Itt az van nekem írva. Itt a... Hol vannak, bocsánat? Akkor kérném itt a kollégákat, hogy akkor osztják ki. Tehát először ugye a főállású alpolgármesterről, aztán a társadalmi megbízatású alpolgármesterről fogunk szavazni. Főállású alpolgármesternek az előterjesztés alapján Solymosi Sándort, társadalmi megbízatásúnak Zsiák Péter Pált javasolnám. Én itt a leírtakhoz képest annyit szeretnék szóban hozzátenni, kiegészíteni, hogy mind a két úriemberrel komoly évtizedes, inkább másfél-két évtizedes múltán mögöttünk. Én úgy gondolom, hogy az előző ciklusban nagyon jól sikerült csapatként működnünk, nagyon jól ellátta mindenki a funkcióját. Nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy a polgármesteri munkámat tudjam végezni. Így én szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy továbbra is nekik szavazunk egy bizalmat. És akkor a kérdés, hogy hozzászólás, módosító javaslat van-e bárki részéről? Hozzászólás nincs, akkor ezt köszönöm. Itt akkor ez úgy fog történni, gondolom, Zsolt, hogy x-elünk, és akkor összegyűjtitek, összeszám, és akkor a dobozba bedobjuk majd. Jó, rendben, akkor egy kis türelmet kérünk itt mindenkitől, lebonyolítjuk a szavazást gyorsan. Addig Jezzi úr jelezte, hogy addig ilyenkor szünetet szokás elrendelni, rövid szünet következik, és mindjárt folytatjuk. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, kérem, hogy mindenki foglalja a helyét, mert folytatjuk a testületi ülésünket. Átadom a szót Csampa Zsoltnak, hogy a szavazatszámla bizottság ezek szerint vezetőjeként akkor tájékoztasson minket a szavazatok állásáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát a Kistarcsa Város Önkormányzat szavazatszámlának bizottságának elnöke megállapítom, hogy 11 érvényes szavazólap volt az urnában, 11 érvényes szavazat, érvénytelen szavazat ugye nem volt, érvénytelen szavazat, illetve hiányzó szavazólap szintén nem volt. A szavazólapok alapján Solymosi Sándor képviselő urat a főállású polgármesternek, főállású alpolgármesternek választotta a képviselő testület 11 érvényes szavazat. Társ képviselőknek nevezzük, emeljük képviselőknek a bizalmat, megszólalás. Zsiák Péter Pál alpolgármesternek 11 érvényes szavazattal képviselőtestület megválasztotta. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen egyrészt a szavazatszámláló bizottság megfeszített munkáját. Másrészt pedig szeretnénk megköszönni a képviselőknek a támogatását. Igyekszünk, hogy itt Solymosi Sándor úr is mondta, Zsiák Péter is, hogy továbbra is megszolgálni ezt a fajta bizalmat. Azonban fel kell, hogy olvassam a formai határozatot is, itt jegyző úr mondta. Tehát a 130 éppel 2024 számú előterjesztésben szereplő 2-es számú határozat Kistarcsa város önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatai szóló 2011 évi törvénye 74-es paragrafus 1-es bekezdése, illetve Kistarcsa város önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 53/2012-12-20 önkormányzati rendelet 23-as paragrafus 1-2-es bekezdése alapján Solymosi Sándor képviselőt főállású alpolgármesternek megválasztotta. Ugye? Akkor így jók vagyunk. Köszönöm szépen. És akkor a következő
a 130 évvel 2024 számú előterjesztésben szereplő 3-as számú határozat, Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011 évi törvény 74 paragrafus 1-es bekezdése, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat képviselőtestületek szervezet és működési szabályzatához szóló 53/2012-12-20 önkormányzati rendelet 23-as paragrafus 1-2 bekezdése alapján Zsiák Péter pár képviselőt társadalmi megbízatás alpolgármesternek megválasztottak. Köszönjük szépen, így akkor most már hivatalosak vagyunk a jegyzőkönyv felé is teljesen. Köszönjük szépen. 4-es. A polgármester, a főállású alpolgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének költségtérítésének megállapítása. Akkor az egyes számú határozatot olvasom föl. Először Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete Juhász István polgármester illetménye bruttó 975.000 forint per hóösszegben, költségtérítésé bruttó 146.250 forint per hóösszegben, idegen nyelvtudási pótléká bruttó 23.190 forint összegben állapítja meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazás következik. A géneket kérem először. Köszönöm. Tartózkodik. Nem szavazott. Köszönöm szépen, akkor ezt 11 egyhangú elfogadtuk. 2-es számú határozat. Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete Solmosi Sándor főállású alpolgármester illetménye bruttó 877.500 forint per hó összegben, költségtérítése bruttó 130.625 forint per hó összegben állapítja meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazás következik. Először az igeneket kérem. Köszönöm. Nem baj, tartózkodik. Ilyen nincs. Köszönöm. 11 egyhangú. A 138/2021 számú előterjesztésben szereplő 3-as számú határozat Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete Zsiák Péter pár társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye bruttó 195.000 forint per hószegben, költségtérítése bruttó 29.250 forint per hószegben állapítja meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Szavazás következik. Először az igeneket kérem. Köszönöm. Nem vagy tartózkodás? Nincs. Megállapítom, hogy 11 egyhangú. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont, 5-ös napirend, Kistarcsa Város Önkormányzat képviselőtestületek szervezeti és működési szabályzatairól szóló 53/2012-12-20 önkormányzati rendelet fővizsgálata és újraalkotása. Itt ugye ebben egy rendeletalkotás, egy 1-es határozat és egy 2-es határozat szerepel. Ezt ugye mindenki megkapta előzetesen. Ebben szerepel ugye a bizottságok átalakítása, itt nagyon röviden, hogy itt a jelenlévők is értsék, hogy miről van szó. Ugye itt még most nem tudunk szavazni a bizottságoknak a tagjairól, hiszen nem a korábbi bizottsági struktúrát visszük tovább, hanem új bizottsági struktúrát alakítunk ki, a korábbi tapasztalatok, és itt a, mindig azért változnak az idők, hogy éppen melyik feladat a kiemeltebb, melyikkel van több munka, és ezt szerint alakítottuk át a bizottságokat. Ugyanúgy 3 bizottság fog maradni, ahogy idáig, tehát nem növeljük sem a bizottságok, sem a bizottsági tagoknak a létszámát. A legnagyobb bizottság az továbbra is a pénzügyi és településfejlesztési bizottság marad. Ezen kívül lesz egy közlekedési, közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, és lesz egy sport és kulturális bizottság. Ugye itt a sport és kultúrát korábban ketté választottuk, de bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban ez a két bizottság egyben jobban működött, ez a két téma, és ez szerint alakítottuk át. Úgyhogy ezzel a struktúrával megyünk tovább, amennyiben a testület, a rendeletet és a két határozatot, sőt, bocsánat, nem egy rendelet van, mert ez egy következő, másik bocsánat, hogy össze van csíptetve a papír, azt hittem, hogy ezek a határozatok még ide tartoznak, de nem, akkor itt csak egy rendeletről fogunk majd szavazni, amit minősített többséggel kell majd elfogadni. Kérdés, hozzászólás van-e bárki részéről, vagy módosító javaslata az kiküldöttekhez képest? Ha nincs, akkor először az igeneket szeretném kérni, tehát ismétlem, rendeletalkotás következik. Köszönöm szépen, nem vagy tartózkodik. Ilyen nincs, 11 egyhangú, köszönjük szépen a támogatást ebben az ügyben is. Természetesen, és még annyit egészítenék ki itt, hogy igyekszünk követni, sőt nem, hogy igyekszünk, konkrétan fogjuk is, azt a korábbi bevált módszert, hogy minden bizottságban helyt fogunk adni. Most, hogy
Somos Sándor alpolgármester úr is mondta, hogy úgymond ellenzéknek, de itt helyben én nem szeretem ezt a szót használni. Tehát akkor úgy fogalmazok, hogy a nem frakcióban ülő képviselőknek is mindenképp bizottsági helyet fogunk adni, illetve a külsős helyeknél is értelemszerűen lehet és lehetett javaslatot tenni. Én úgy gondolom, hogy ez így korrekt és így bevált igazából. Én úgy gondolom, hogy a megnyitó beszédemben említett közös munkának az egyik alaptétele az, hogy nem szabad, hogy érvényesüljön a győztes mindent visz elve, hanem igenis, ahogy a munkát, úgy a pozíciókat is úgy kell megosztani, hogy minden átlátható legyen, és mindenki ki tudja venni a munkából a részét. Hatos napirendi pont. Tag delegálása az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás, illetve a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás tanácsába. Itt ugye itt az Észak-Kelet-Pest megyeinél, itt a kiküldött határozat szerint ugye én az Juhász István polgármester delegálja tagnak az önkormányzat, és a képviselőtestület felhatalmazza Juhász István polgármestert, hogy ilyen határozat végrehajtásához esetlegesen szükséges bármely dokumentumot aláírja. Ugye itt még az a szerencsés helyzet is áll fönt, hogy ráadásul itt a társulástak jelen helyzetben még mindig én vagyok a elnöke, aztán majd novemberben dönt majd róla a társulás, hogy akkor hogyan tovább. Vagy Erika, nagyon ráztad a fejed, nem? Akkor... Na, akkor most egy kicsit felszabadultam, akkor már szinte érzem is a szabadság illatát, ne? Csak viccelek természetesen, tehát ott is egyébként, csak ezt nem tudtam, hogy hogy van itt az átmeneti időszak, tehát gyakorlatilag ott is majd egy mandátumújító ülés lesz nem sokára. Szóval akkor egyes határozat a kiküldött szerint, ha nincs más módosítás, kérdés, hozzászólás, akkor először az igeneket szeretném kérni, szavazás következik. Köszönöm. Ellenszavazat vagy tartózkodás? Nincs. Köszönöm szépen, akkor ez 11 egyhangú. Kettes határozatnál pedig a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulási Tanácsában Solymosi Sándor alpolgármester delegálja tagnak. A képviselőtestület felhatalmazza Solymosi Sándor alpolgármestert, hogy ilyen határozat végrehajtásához esetlegesen szükséges bármely dokumentumot aláírjon. Azért csak óvatosan. Szóval szavazás következik, amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás. Össze az igeneket kérem. Köszönöm, nem vagy tartózkodik, ilyen nincs. Köszönöm szépen, egyhangúan megszavaztuk ezt is. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a bizottságok tagjainak megválasztása a 2024. október 14. hétfőn 17 órakor kezdődő rendkívüli képviselőtestületi ülésen fog sor kerülni. És mivel ilyen üléseken egyéb napirendi pont nincs, így akkor, mivel végére értünk a napirendi pontoknak, a alakuló testületi ülést lezárom, és köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és jó munkát kívánok!